Чифлечка, Миколеса, Кишкиски бе, Кичифиски, Питкелони, Йелахиде. A Bonyhádi körforgalom átépítésének kapcsán vetődött fel a Székely Park kialakításának ötlete. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, az összefogás eredménye a tér kialakítása, melyben a nemzetpolitikai államtitkárság, az önkormányzat és a civil szféra is kivette részét. Nemzeti összetartozás évéről tavaly döntött az országgyűlés, és ehhez az évhez különböző megemlékezések tartoznak. Így például most már részese ennek a Székely Parknak az átadása, illetve a felújítása is. 1995-ben egy kicsit hátrébb helyeztük el ide közösen a Székely Emlékparkot, illetve akkor állítottuk ezt a Székely kaput és a kopjafákat, táblát különböző események alkalmával. Évről évre itt emlékezünk meg január 7-én a Madifalvi veszedelemről, arról a történésről, amely elindította ennek a népcsoportnak a történetét. És én azt gondolom, hogy ez a Székely Emlékpark már teljesen Bonyhád szerves részévé vált. Az idén megújítottuk abból az alkalomból is, hogy itt a hátunk mögött elkészült az új körforgalom, a magyar kormány 222 millió forintos támogatásával, és örülünk annak, hogy a Székely Emlékpark újra a város egyik központi helyére került, illetve visszakerült, ezzel is hirdetve azt, hogy több népcsoport él itt Bonyhádon közösen, együtt, barátságban, így például a bukovinai székelyek is, akik meghatározó tagjai ennek a városnak, illetve a környéknek. Többször megkérdezték azt, hogy az évben mi volt az, ami különösen tetszett, és ami elkészült, vagy mi volt az esemény. Sokszor az ember nem a legnagyobbakat sorolja ide, akár egy-egy kis templomnak a felújítása, vagy egy székelykapu átadása, vagy egy kisebb társadalmi rendezvény sokkal jobban megmarad az emberben, mint egy több milliárdos beruházásnak az átadása. A mai is egy olyan volt, amikor láthattuk azt, hogy lelkes emberek önmaguk is fontosnak érezték azt, hogy itt legyenek, és személyükkel is bizonyítsák azt, hogy számukra fontos a múlt, de még talán fontosabb a jelen és a jövő. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke a területfejlesztési operatív program finanszírozásából megvalósult beruházás kapcsán azt mondta, ezek az építkezések teszik komfortosabbá az emberek életét. Kiemelte, a sokszínűség, melyet az itt élő népcsoportok képviselnek, teszik értékesebbé Tolna megyét. Mindenki hozta a saját értékeit, mind kulturális értékeit, mind morális értékeit, munkához való viszonyát, és meg lehet nézni a településeket, és ki lehet találni rögtön, hogy hol működnek erős közösségek. Itt Bonyhádon azt gondolom, hogy egy nagyon erős közösség működik, hiszen két alappillére van ennek a közösségnek, az egyik az ide települt svábság, illetve ide hurcolt svábság, másik pedig a székelység. Azt gondolom, hogy ez látszik a városon, és kiváló a város vezetés, és azt gondolom, hogy ez a jövő irányában nagyon pozitív képet mutat. A nemzeti összetartozás évében ki kell nyitni a kapukat, hogy jelezzük, mindenkit szívesen fogadunk, mondta Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. Ott Bukovinában is több népcsoport élt együtt ugye a székelyekkel, hiszen lengyelek, ukránok, románok. Itt is szeretnénk ezt szimbolizálni, ezért a kaput most nyitva hagytuk, korábban ugye zárt volt. Jelezve azt, hogy mindenkit befogadunk, főleg ha jó szándékkal közeledik a bukovinai székelyek iránt. 98 májusában lett átadva, hát azóta eltelt az idő, a jó számok 22 év, tehát ráfért az, hogy kicsit felújítani, újra csiszolni, most ez ugye a lehetőség, most itt a tetőt újra kellett rakni, ugye a zsinde újra lett készítve, úgyhogy meg hát hála jó Istennek, ugye, mint ahogy mondtam, tehát a Bonyhád a székelyek fővárosa, bukovinai székelyek,
Tehát igenis kell egy olyan emlékhelyet legyen a bukovény székelyeknek, ahol meg tudnak emlékezni az őseikről, mint hogy tesszük január 7-én ugye a Madifalvi vérengzés kapcsán. Filóné Ferenc Ibolya, a polgármester a biztonságot és a rendezettséget emelte ki, melyet ez a beruházás elhozott Bonyhád életébe. Közösen konzorciumban a Magyar Közúttal együtt adtunk be egy pályázatot, ami sikeres volt, és amely nyertes pályázatnak köszönhetően ez a csomópont itt a város központjában megújulhatott. Részint a balesetek elkerülése, részint a rendezettsége miatt úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt a város közlekedésének az életében. Bár számos más probléma is még továbbiakban megoldásra vár, de ez egy olyan első lépcső volt, aminek örülök, hogy most vége lett és elkészült. A terep rendezésében a Monikon volt nagy segítségünkre, hiszen több mint 800 levendula palántát ültettünk el a körforgalom közvetlen környezetében, és ez nincs még vége, tovább fogjuk folytatni a parkosítást, hogy még szebb környezetben fogadjuk az ide látogatókat és az itt élőket, akik használják ezt a körforgalmat. A körforgalom építése során elbontásra került a Székely Emlékpark. Ugyanígy hívtuk az elmúlt 25 évben is, hiszen 95-ben állították akkor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének az elnöksége döntése alapján először föl a Székely kaput, majd azt követően sorba a kopjafákat és a különböző emlékoszlopokat, de hivatalosan sosem hívták Székely Emlékparknak. A közterületek elnevezésének a joga az a képviselőtestületnek a jogkörébe és feladatkörébe tartozik, és miután utána néztünk mindenféle dokumentációban és irattárban, semmilyen hivatalos irat nem rendelkezett arról, hogy ezt valóban hivatalosan is közterületileg Székely Emlékparknak hívták volna, csak a szájhagyomány, a néphagyonyán útján volt ez az elnevezés. Ezt a hiányosságot is pótoltuk az idén. Ugyan a veszélyhelyzet haladt polgármesterként egyedül, de természetesen a képviselőtestület véleményét is kikérve döntöttem arról áprilisban a 116-os határozattal, hogy ezt a közterületet ezentúl Bonyhádon hivatalosan is Székely Emlékparknak hívják. Bence Szabolcs, a Magyar Közút Tolna megyei igazgatója az átadón bejelentette, tovább korszerűsítik a Bonyhád belvárosát a 6-os főközlekedési úttal összekötő szakaszt, majd ezt követően ezt átadják a város tulajdonába.